Na. Üdvözlök mindenkit! Az utolsó előadásra én jöttem, az ott a nevem, az pedig az előadásnak a címe. Miért nem értenek az emberek a táblázatkezeléshez? Ez egy egészen komplex téma, és hát hosszú napjaim voltak kitalálni, hogy honnan fogjam meg. Valójában hosszú napjaim, mert még talán volt idő, hogy előző héten szóltak, hogy mi lenne, ha előadnék, és én így nem, de jó, akkor előadok. A nehezen a témának az, hogy a miért nem értenek az emberek a táblázatkezeléshez téma, még maga a táblázatkezelés téma, az legalább annyira bonyolult, mint a CSS, csak sokkal bonyolultabb. A téma mélységét én úgy gondoltam, hogy onnan fogom meg, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi a vér az a táblázatkezelés. Na most a táblázatkezelés definiálása az olyan szinten nehezére esik egy normál embernek, hogy nem teszi meg. Fölmegy a kedvenc weboldalára a Wikipédiára és elolvassa. A Wikipédia a magyar oldala valami elkeserítő módon haszontalan ebben a térben. Megmondja, hogy egy számítógépes program, köszönjük, táblázatban tárolt adatokra, köszönjük, definícióban benne van a szó. Tehát ez már egy ilyen megbukott dolog. Majd még megpróbál ilyennel mentegetni magát, hogy oszlopokból áll, sorrészoszlop, metszet, egy cella. Nem vagyunk előrébb, majd a végén megtudjuk, hogy az érték lehet más cella, vagy dátum, stb. Nem jó. Keresünk valami jobbat. Ez volt a táblázat ékezetekkel, nagyon durva. A Microsoft Excel, a Microsoft által fejlesztett táblázatkezelő program Excel segítségével munkafüzetnek nevezett számolótáblát, úristen, használ számolótáblát és nem táblázatot. Már is láthatjuk, hogy a Microsoft definíciója sokkal pontosabb a táblázatkezelése, mint a táblázatkezelésé. Viszont elkezd ilyen hülyeségekről beszélni, hogy lehet benne mindenféle beépített programmal meg Visual Basic-kel ökölködni, ami tök jó, csak az esetek 99,5%-ában ezt a részt szeretnénk elkerülni. Úgyhogy eljutottunk ahhoz a táblázatkezelés definícióhoz, amit így hirtelen előbb belőlem rángattak ki, amikor záró vizsgán a táblázatkezelést húztam. Ez így hangzott. Ezzel sem Zsakó tanár úr nem tudtunk mit kezdeni ennek a válasznak a helytelenségével. Úgyhogy elfogadtuk, hogy ennél fontosabban nehéz definiálni. Ez amúgy a valóság. Tehát egy elkeserítő módon túldimensionált probléma a táblázatkezelés. Tényleg. Legegyszerűbb úgy tekinteni rá, mint egy nagy, nagyon okos kockás füzetre. Aztán majd szépen meg fogjuk látni azt, hogy miért nem egy nagy és nagyon okos kockás füzet. Amikor táblázatkezelésről van szó, három kulcs probléma merül fel akkor, amikor ezeknek a jó használatáról van szó. Az első a kedvencem, a bemeneti adatok. Az emberek általában valami elkeserítő módon rosszul használnak bemeneti adatokat. Erre tök jó példát fogok hozni, productionben lévő szoftverből kiszerett adatokból. A másik, az Excel egy szörnyen használható program akkor, hogyha nem tanultad még meg a kifejezéseit. Erre is fogok példákat fogni, a harmadik pedig az, hogy az Excel bonyolult. Az esetek többségében a bonyolultságra nincs szükség, de ha van, sehonnan nem tudsz hozzáindulni, a programozási ismereteid nem működnek. Kezdjük a legelején. Azt állítottam, hogy próbáljunk ki valamit, amilyen in production és kifutott és működés, csodálatos és létező szoftverből történik. Minek néz ez ki? Az. Ez itt egy tábla, amit a Neptunból lehet exportálni úgy, hogy rákattintasz a Neptunnál a exportált Excel fájlba. Tehát még egy ilyen gyönyörű kis ilyen ikon is van, amivel esetleg táblázatkezelőnek néznéd. Ez gyakorlatilag egy Excel ikon, ami ott van. Tehát, hogy táblázatkezelős formátummal szeretnéd kiköpni magából, valamilyet csinál. Lássuk be, hogy ezért vannak dolgok, amiket jól csinál ez. Milyen dolgokat csinál ez jól? Egy értelmes adattábla a következő dolgokkal rendelkezik. Az első sor... Fejlécz. Így van, az első sor fejlécz. Tök jó. Még színezik is. Hát mennyire jó arcok már. Tehát félkövér meg amit akarsz. Tehát, hogy ennél csak szebb dolgokat lehet az Excelben autó alapértelmezetben cserélni. Nem baj, legalább amit így kiköpött magából a Neptun, az legalább megpróbálja. De figyeljetek, annyira nem rossz. És utána az összetartozó sorok, van a sorok, azok tényleg összetartoznak, és az oszlopok pedig szépen a paraméterek. Tehát, mint amikor majd tanultok objektumorientált programozást, ezek itt szépen ilyen összetartozó dolgok. Az egész táblázatkezelés azért igazán cool, mert ebből ki lehet lépni. Tehát attól függetlenül, hogy a reprezentációja egy az egyben, van egy objektum, annak megvannak a tulajdonság, és így rakjam egymás fel, és minden más, amit csináltok, az eretnekség, és ne tegyétek, tényleg, saját életeteket nehezítitek meg vele, ebből ki lehet lépni, tehát lehet a, na mi volt az előző sor jellegű. Még volt az előző sorban bal fölőre a második elem. Ilyet lehet. Néha kell is. Mutatok rá példát. Viszont az, hogy ezt megnézzük, vajon ha idehúzom az egeret és rákattintok, mi történik?
beszélünk róla, ne aggódj. Jó. A fucking rated PowerPoint, tehát lehet ilyen kalkítható fájlokat csinálni benne. Na, a következő helyzet. Így néz ki ez Excelben, egy ilyet köp ki magából. Na most, hogy ez igazán jó gag legyen, tehát még így, tényleg ennyi az egész. Tehát csak ennyit exportáltunk belőle. Lássatok egy picit, zoomoljunk bele, ne ennyire. Kb. Így lesz látható. Jó. De nem inkább. Gondolkoztam rajta, az is jó lett volna, nem. Ez itt egy általunk ismeretlen hallgatónak az elmúlt, mondjuk 2017 és 19 közötti befizetései a Neptunba. Tehát tudjátok, ez nem az, amit kapsz az egyetemtől, amit te adsz be. Mit látunk? Van előjeloszlop, van összegoszlop, van fizetéstípusa, van átutalásdata és transzakció eredménye. Tegyük föl, hogy mi szeretnénk ezzel az adattáblával dolgozni. Megtehetjük ezt. Még egyszer, ez egy exportált adatállomány a Neptunból arra, hogy ezzel te majd valamit csinálni akarsz. Megpróbáljuk! Megkérdezem, hogy valószínűleg nem. Az előjel, az nehéz elrontani, tökéletesen működik, egy mínusz jár, cool. Ezt ugorjuk át egy picit. Gyűjtőszámlás befizetés, string, szintén nehéz elrontani. Van itt egy dátum plusz idő. Nézzünk fel ott a felső sarokba, itt a kedves kis programunk az segít, megmondja, hogy ez micsoda. Van a Excelben dátum plusz idő file formátum, lehet úgy exportálni, tehát lehet ilyen dolgot csinálni, ez nem az. Nem baj, jók vagyunk, Excelben kijelöljük ezt az egészet, és ráerőltetünk egy hosszú dátumformát, mert azt látjuk, hogy abban van ilyen. Működik. In SDL we trust, jól csinálták meg, tényleg dátumként értelmezhető. Csak itt simán felül kellett definiálni, ez egy mozdulat, ez még jó. Ha valamilyen adattáblát elég nyomnak, általában, mivel az embereknek fogalmuk nincsen, hogy mi az a táblázatkezelés, egy kicsit takarítani kell. És te nem egyenlő sikeres. Szintén string, szintén elronthatatlan. Ugorjunk vissza az elejére. 175 ezer. Uff. Szöveg. Damn. Mit tehetünk ezzel, hogy ez egy tiszta és használható valami legyen? Szerintem van pénz. Na, nagyon jó, próbáljuk meg a pénzformátumot. Azt jelenti, talán tudod, hogy a Excelben, ha kijelöltél egy dolgot, akkor utána nem kell mindenféle függvényeket meghívni rá, hanem itt lent megjelenik a, például az összegük, meg ilyen egyéb dolog róla. Megjelente. Ez még mindig szöveg. Ugyanis, ha átváltott pénznem formátumban, de nem tudja értelmezni, akkor pénznemben marad. Tök jó, megpróbáltuk, jó volt a gondolatmenet, mert innentől biztosan tudjuk, hogy bármilyen automatikus függvényt hozunk rá, tehát csinálj belőle számot, csinálj belőle szöveget, az be fog bukni. Nem baj, ennél mi jobbak vagyunk. Ennél mi sokkal jobbak vagyunk, úgyhogy megfogjuk ezt az oszlopot, kijelöljük, mert, mint említettem, jók vagyunk, és nyomjuk a Ctrl H-t, mert gyors billentyűket is ismerünk, és azt mondjuk, hogy a szóköz hufot, légy szíves, cseréld ki semmire. Tök jók vagyunk, dolgozunk azért, hogy használható legyen az adott táblánk. Elfogadtuk, már, hoppá, ezt nem akartam átírni. Na. Marha jó? Ez mindig csak 20 cella. Mi mindig nem vagyunk előrébb. Hát anyád szenvedés itt, nem baj? Nézzük meg, hogy lehet-e őket számmá konvertálni. Ezen a ponton már halljon meg az SDA, de hát most nem tudom. Azt mondja ez az elárat, hogy itt bizony van egy szó közben, de csináljunk még egy ilyen sort, most miből áll, tehát, hogy... Rakjunk be még egy számot, csak itt tettem is ott egy szó köz, tök jó, marha jó, működik, csak hogy legyen egy ellenőrző sorunk. Valamit még tenni kell ezzel. Cseréljük le a szó közt, így van, jelöljük ki ezt az egészet, és mondjuk azt megint Ctrl H, keresett szöveget, visszatöröljük ide a hufig. Szintén semmi. És rákattintunk arra, hogy az összes cseréje. Ezen a ponton fölmerül az emberben a kérdés, hogy amikor valaki adatokkal szeretne dolgozni, és van egy olyan része a szoftverének, ami adatokat dob ki magából, az a számot miért nem számként ábrázolja? De, mint mondtam, értünk az Excelhez, és ennél jobbak vagyunk. Úgyhogy mutatok egy tök jó trükköt. Van egy ilyen függvény az Excelben, életetekben nem használtátok, hogy Unicode. Bárki használta? Úgy csak, aki nem hazudik. Megmondom az Unicode-nak, hogy szó köz,
ütök egy entert, megmondja, hogy az Unicode karakter a 32. Nézzük meg, mi történik itt. Belemegyek ebbe, megfogom ezt a valamit, ami itt található, mert itt már érzem, hogy itt valami probléma van. És itt az általam beírt szóköz helyére csak bevásolom, mert mégiscsak. 160, nagyon király, webfejlesztők pontosan tudják, hogy mi ez. Így. Szia, Marci! Tehát, ezek a zseniális állatok, ezek egy az egyben azt a non-breaking space-el törött számot dobják ki magukból, ami a megjelenítésnél van. A megjelenítésnél a non-breaking space egy iszonyatosan cool dolog, mert akkor, amikor van a számodban egy ilyen törés, akkor azt semmi pénzért nem próbálja új sorba törni. A nem új sorba törés egy nagyon hasznos dolog, egy nagyon hasznos funkció, amit szeretnénk is tartani, hiszen amikor egy szám, mondjuk egy összegben 175 forint látszik a 175 ezer helyett, az nem annyira menő. Kivéve, hogyha vizé számában. Ugye? Tehát, nem, mert csak annak látszik. Tehát a valóság ez ugye más. Tehát, ezzel már lehetne perelni szóval. Igen, tehát hogy menjük észre, hogy az Excel amúgy egy jó ember, tehát amikor egy ilyen számot összenyomsz, akkor, ha nem fér bele, akkor ugye nem jeleníti meg a szám többi részét. Mint láthatjuk, itt nem ez a helyzet. Ezek szövegek. A szöveget ugye megesszük, hát a szövegnél ugye az user jöjjön rá. Tegyük rendbe ezt a szörnyűséget, tehát jelöljük ki megint ezt az egészet, és harmadjára is tegyük meg ezt a keresett szöveg cseréjét. Ebben a pillanatban már egy használható, remélhetőleg már egy használható dolgot fogunk kapni, összes cseréje megtörtént, gyönyörű, és látjuk, hogy azzal a lendülettel, hogy ezek a szerencsétlenek számmal alakultak, már is számként jelenik meg. Adatok reprezentációja fontos, tényleg fontos, amikor megjelentesz adatokat Excelben, nem egyszerűen úgy kell rá gondolni, hogy egy CSV vagy egy JSON file. Ki tudja, mi ez a CSV vagy JSON file? De azért tudod, mi ez a CSV, mert megtanítottam. Jó, a JSON file-t eddig is tudtad. A lényeg az, hogy amikor adatokat szeretnél tárolni, a legprimitívebb módja az adattárolásnak az, hogy soronként... Semmit. Nem, azt kérdezsz, hogy fáj-e? Nem. Szóval, felsorolod őket soronként, és egy sorban JSON file esetén kapcsolatzárójelekkel és azt hiszem pontos veszőkkel. Mivel választod el? Veszővel. Igen. Veszővel elválasztod telemek. A CSV sokkal egyszerűbb. Tök mindegy, hogy miket tárolsz benne. Kitalálsz egy szeparáló karaktert, többé-kevésbé ez egy vesző. Esetenként pontos vesző, hülyébb esetekben... A W, igen, tehát a függőleges vonal, nem szoktam szeretni, de ugye nagyon ritkán szerepel szövegben, tehát megbízható. Lényeg az, hogy egyszerűen csak soronként pontos veszőkkel, vagy egyéb karakterrel elválasztott szöveg, ahol az elválasztó karakter véletlenül sem szerepel a szövegekben. Ez tök jó, mert ugye bármelyik programunk ezt könnyen fel tudja dolgozni. Ez viszont itt táblázatkezelésnél nem azt szeretnénk, hogy egyszerűen könnyen feldolgozható legyen, hanem azt is, hogy könnyen látható. És itt már működik az, amit szerettem volna megmutatni. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit összetoltam, már is ilyen kettős keresztekre cseréli ki. Ez nem hiba. Ez egy csomó ember számára egy hiba, a nyomorék Excel miért rejti el a számokat. A nyomorék Excel nem elrejti a számokat, a nyomorék Excel vigyáz rád, nem szeretné, hogy a 175 ezeret 175-nek olvast. Tehát abban a pillanatban, hogy nem férsz bele, ilyen kettős keresztekkel jelzi, hogy ez itt annyira nem fér el. Szeretnéd rendbe rakni az egész táblázatot, akkor kiad az egész táblázatot, egy tetszőleges vonalra, hogy kétszer kattint, az összes rendbe fogja rakni. Aki soronként csinálja ezt meg, az most már többet nem csinál ilyet. Valakinek most idősporoltam az életéből? Akkor jó, tehát hogy... Van még ilyen, tehát hogy figyeltek, tehát amikor így arról van szó, hogy például szeretném megnézni, hogy ez egy szám-e. Van egy ilyen, hogy szám, tök király, tehát hogy... És ez konkrétan igaz, hamisra megvizsgálja, hogy ez egy szám-e. És akkor ütök egy entert, mert a lezáró zárójelet kiteszi neked, mert annyira rendes az Excel. És amikor szeretnéd, hogy ez az összes oszlopra legyen, és mondjuk nem 20 sorod van, hanem mondjuk 130 ezer, nem hasonlítésszerűen az volt a legnagyobb Excel tábla, amivel valaha dolgoztam, akkor baromi sokáig tart így megfogni és lehúzni. Mindenki meg tudta középiskolában megfogni és lehúzni, ugye? Nagyon király. Most tudta meg, hogy le kell húzni. Na, csak hogy még egy ilyen kis Excel trükk, ezt azért a többség most már ismeri, meg szokták is tanítani. Kattint, az kétszer egyek az egészen egyszerűen. Tök jó, nem? Ezt azért tudtátok? Jó, király. Na.
Micsoda? Ugyanakkor a minden oszlop szélessége. Könnyen. Miért faszért kéne neked írni? És nem? Van egyszerű megoldás. Mi? Kontrollál és egy adagot húzál valamennyire. Igen, működik, de az nem minden Excelben. Azt még meg kell szoktam, mert az O365-ben szar. De beszéljünk egy kicsit akkor már függvényekről. Ha van egy ilyen adattáblánk, akkor sokszor nem szeretnénk belenyúlni az adattáblánkba, hanem valamilyen módon rendbe rakni. Ha valamilyen módon rendbe szeretném rakni, akkor módosító függvényeket alkalmazok rá. Normál esetben én mindenkinek azt javaslom, hogy helyben rakja rendbe az adattábláját. Tehát nem arra van szükség, hogy újabb és újabb oszlopokat csináljon, ahol értelmezhető adatok vannak, hanem addig gyúrkáld azt a szerencsétlen beveneti állományodat, amíg az tényleg jó nem lesz. És utána a második lépés, ezt békén hagyod, és soha többet nem nyúlsz hozzá, és minden más tagon csinálsz. Majd mutatok rá egy tök jó példát, hogy ez mennyire coolul működik, de néha előfordul, hogy azért mégiscsak egy másik oszlopot is be kell szúrni. Beszélgessünk egy kicsit a függvényekről, meg a második problémáról az Excelnek. A... tök mindegy, minek hívom. Azt mondja, hogy legyen ez a... Volt itt az előző példa, ez a 175 ezres sor. Emlékszünk, ugye? Szeretnénk lecserélni az összes szó közt, bár bocsánat, ez az összes non-breaking space, tehát Unicode 160-os karakter, Unicode 32-re, az a szó közre. Mi a függvény? Makro. Na, függvénnyel. Mi lehet a függvény neve magyarul? Ez a kurva nagy baj, hogy mi a faszért fordították. Vá, nyugi, imádni fogod. Akkor imádni fogod. Csere? Van ilyen öt csere, ne aggódjatok. F keressen. Nem, van egy ilyen öt csere, ne aggódjunk már. Tudjátok, mit csinál a csere? Kicseréli egy karakter, egy másikra? Kicseréli a szövegdarab megadott részét eltérő szövegdarabban. Azaz neki a paraméterei a következőek. Régi szöveg, honnantól hány karaktert mire cseréljen ki? That's fucking useless here. Tehát, hogy ez még esetleg a húf letörléséhez nem lett volna rossz, de itt nekünk nem kell. A cserét döntötték úgy, hogy bizony a csere szót erre kell elpazarolni. Ne felejtsük el, hogy a szöveg kicserélés az fontos dolog, és nem igazán működne nélkül a táblázat kezelés. A szövegműveletek meglepően gyakoriak. Helyette. Szerintem jobb lett volna az, hogy szóval régi szöveg, új szöveg, és meglepődünk azon, hogy az emberek nem tudják fejből az Excel utasításokat. Nem magyarul vannak itt. Abszolút. Magyarul vannak, nagyon jó. De angolul mi ez? Ez van, ott azért vannak ilyen tisztelésre dolgok. Vissza fogunk még erre szerintem nézni, mert még egy-kettő dolognak jó ez, de picit ugorjunk vissza ide. Hozzak-e példát? Ja, nem, előbb hozok egy példát. A... Van itt egy ilyen nagy előjel. Ez baj-e? Nem. Nem feltétlenül baj. Azért, mert ez minden egyes alkalommal egy pénzmozgást jelöl. Ez mindegy, hogy ez a pénzmozgás ez pozitív vagy negatív irányú, egy egyértelműen mérhető pénzmozgást jelöl. Itt jelöli a plusz-minusz, hogy az kiment a számládról, vagy bejött a számládra. Elmondanám nektek, hogy még a nyomvat bankok is nagyon gyakran így mutatják a pénzmozgásaidat, hogy azt mondja, hogy ennyi ment ki, és akkor beleírja a kis táblába. És ha mondjuk számunkra lehetne. De mint mondtam, tranzakciónál nem egyszer előfordul, hogy konkrétan azt jelzik, hogy ez kimenő tranzakció, pozitív összeggel, vagy bejövő tranzakció, negatív összeggel. Ez még egy elvállalható dolog. És igen, de lehet negyekesebb oszlopat csinálni az egészet, plusz-minusz számokkal, és akkor absz... Lehetne, csak... De azzal már ugye elkezdesz függvényeket használni. Pontos ez a lényeg, hogy amikor van egy olyan táblázatod, amiben ez már külön van, és információt hordoz magában, ez amúgy egy hiba. Ha megpróbálod ezt a kettőt összefűzni, lehet. Bata egyszerű. Tehát mondjuk egy összefűz függvényen ezt a kettőt összecsapod egymás mellé, utána ráállítasz ez egyik egy szöveg, utána rádobsz egy értékfüggvényt, az értékfüggvény a szövegből számot csel, és megcsáltad, összefűzted egy külön oszlopba, de minek, hiszen ez valójában értelemmel rendelkezik, és nem nagyon akarod, össze akarod például ezeket adni. Szeretnéd tudni, hogy mennyi volt az összes befizetésed. Hogy teszed? Tömfüggvények, Jézus, hogy úristen, na.
Azaz. Na, volt ez a Samif, meg az ilyenek, tehát ez a Sumha. Ugye, nagyon sokan eljutnak addig, hogy van egy ilyen függvény, hogy Sumha több. Ez ugye, hogy hangzik magyarul? Összeadok számokat akkor, ha több valamennyinél. Tehát ez lesz az, amiben valami operátor van. Na itt veszti el mindenki a táblázatkezelési ismereteit. Tényleg, tehát itt a vége. Itt fölött el. Ez a nyomorék ugyanis azt csinálja, hogy ennél sokkal jobb ez a rendszer. Programozási nyelvnek nem nevezném, Alt Shift. A Control Shift, angol. A... Értette valaki, mit történt? Tehát van egy ilyen, hogy feltételes összeadás. Erre még talán középiskolából emlékszünk, tanárisok előnyben. Feltételes összeadásnál azt mondja, hogy van egy tartomány, erre nagyon figyeljünk a sorrendre, jó? Van egy tartomány, van egy kritérium, és van egy opcionális összegtartomány. Figyeltünk a sorrendre, ugye? Van egy tartomány, kritérium, összegtartomány. Azaz, megadjuk tartománynak az előjelet. Így van. Nagyon jók vagytok. Hogy tettem félre? Na. Megadjuk tartománynak az előjelet. Hát a felés nem tudom. Miért? Ezt nem mondjuk az előjelet. Így van. Szokjuk meg, hogy egész oszlopot kijelölni nagyon jó dolog az Excelbe. Lesz alatta valami? Nem, mert éppen most tanultuk meg Nemes Balázs tanár úrtól, hogy az adattáblánkban nem rakunk dolgokat bele. Nem arra való. Tehát, ember az oszlopban csak pluszok és minuszok lesznek. Kipróbáljuk, hogy működik-e. Néha meghal. Kritérium. A kritérium az ebben az esetben balta egyszerű, az összeretnénk, ahol pluszjá van benne. És van ez az opcionális, az összegtartomány, aminél meg nagy lendülettel megadjuk a BB-t. Ütünk egy entert és reménykedünk. Kiváló. Ez így összeadta az összes olyan sort, aminek az elején pluszjá van. Figyeljük meg, hogy a táblázatkezelés hogyan működött. Van egy oszlop, amin végigmegyünk, megkeressük azokat a sorokat, ami ez bármennyire is releváns nekem, és azokban a sorokban csinálunk valamit, azokban a sorokban nézzük. Tehát értelemmel bírt az előjel, és anélkül, hogy bármilyen vadabb függvényt, tehát ilyen kisebb, nagyobb, vagy ilyesmit kellett volna meghívni, simán csak egy pluszjel, vagy akár egy stringnek a vizsgálatával meg tudjuk csinálni. Ez a normál működése, tehát az, amikor szeretnénk összeadni 10-nél nagyobb számokat, azaz nem használjuk a végét, hogy valójában mit szeretnénk összeadni, tehát ami zárójelesen van, valójában ez a ritkább use case. Tehát kit érdekel, hogy mennyi volt az összes. Tegyük fel, hogy a saját pénzügyeidet nézegeted. Mikor akarod összeadni, hogy mennyi volt a 100.000 forintnál nagyobb költéseidnek az összege? De mire mész ezzel? Az ugye az De nem, tehát hogy a 95.000 az miért nem releváns ehhez képest? Tehát hogy mikor fontos az pénzforgalomnál, hogy valamilyen szám nagyobb-e valaminél, és ezeknek mennyi az összege? Nem igazán. Tehát hogy általában, amikor számokat szeretnénk összeszummázni, akkor nem a rohadt számnak a nagyságrende, a mérete, a számjegyének az összege, vagy az ilyesmiért szeretnénk összeadni, hanem igenis valamilyen más kritérium feltétel szerint szeretnénk. Így működik a szumma. De ennél azért jobb fej az Excel, mi előfordul, hogy egy kicsit bonyolítani akarjuk az életünket. Ekkor jön be a szumha több. Emlékszünk? Nem amikor több. Szumha több feltétellel. Semmi köze a relációs jelekhez. Na, tehát, és most akkor mielőtt még gyakorlati példa nélkül, van egy összegtartomány, egy kritériumtartomány és egy kritérium. Aztán még egy kritériumtartomány, mi? Mi van az elején? Az összegtartomány. Mi volt a másiknak a végén? Ugye? Teljesen jó. Tehát miért van az, hogy elrontják az emberek az Excel képleteket? Nem lehet tudni, és ez magyarul, angol is ugyanúgy működik. De az igazán aljas dolog nem itt van. Az igazán aljas dolog az itt történik. Sum, szám. We speak English, it's perfectly fine. Darab, amikor össze akarjuk adni azokat a cellákat, aminek valami értelme van. Meg akarjuk számolni. Bocsánat, a darab, a számosságukat szeretnénk meghatározni. Ú, de szép. Count. Nézzük a logikát itt, jó? Sum if. Egy feltételes összegzés. Sum ifs. Több feltételes összegzés. Let's see the other side. Sumha több. Megjegyeztük. Sumha több. Sumhák. Lehetett volna sumhák. Nyugodtan lehetett volna sumhák, ugyanúgy nincs értelme. És van a sumha.
Na most akkor össze tudjuk-e rakni a countot? Mi van a count alján? Darab is. Count if. Hogyan van a többes count if? Count if. Count ifs. Mi a count ifsnek a párja? Darab, ha több. És mi a count if? Darab. Mongus, nekem nagyon hiányzik egy count a és a magyar megfelelője. Szeretnéd megadni dolgoknak az átlagát? Oké, mi ezeknek a számoknak az átlaga? Az A betű a nyomvat magyar nyelvben egy teljesen normális, létező, élő rag. Az övé. Mi ennek az angol megfelelő? Mi az átlag angolul? Average. Average. Nagyon jó. Mi ennek a párja? Country. Nem. Oh boy! Something's wrong right there. Tehát, hogy annak az annak van értelme. Ugyanis... emlékszünk arra, hogy az előző helyzetben következetesen mindent a magyar hülyeség szerint, kivéve a darabtelinél... Nem értem a darabtelit. Őszintén nem értem a darabtelit. Senki nem érte a darabtelit, de... Na, szóval a semmiből nem állna a deprecating, ugyanis a darab, darabha nem létező még mindig. Lehetne egymás mellett mind a kettő, nem tudom hány éve nem hajlandóak ezt meglépni. Ijesztő. Na szóval, az átlag összeadja azoknak a számoknak az átlagát, azok a megadott tartományban, amik számok. Az átlaga, az megnézi, hogy mennyit cellát adtál neki össze, oda, és azt osztja le azoknak a celláknak az össze szummájával, amik benne vannak. Tehát, hogyha van egy, két olyan cell, micsoda? Mondjuk, ugye? Tehát megadtál neki mondjuk 100 cellát, a 100 cellából 50 van érték, mindegyikben 100, akkor egy baromi kis számot fogsz kapni, és nem azt, hogy 100. Ki lehet számolni, nem olyan bonyolult. Az mi az arra jó? Arra, hogy nagyon sokszor csinálsz olyat, hogy elvégzel egy, legyen ilyen. Tehát, hogy mondjuk van egy géped, amelyik köpi bele az Excelbe a mért adatokat. És te azzal szeretnél dolgozni. Előfordul az, hogy valamelyik oszlopban nincs ott érték, és a nincs ott érték azért, mert nincs mért érték, nem lenged ki ez a szörnyűség, nem írt oda semmit, nem írt oda nullát. Lényeg az, hogy te pontosan tudod, hogy a teljes adatállományodban az összesnek az átlagára van szükség, független attól, hogy oda most egy nulla van írva, vagy oda egy üres hely van írva, neked azzal számolnod kell. Miért ne lenne meg a lehetőség? Ezért az average 8 lefejlesztették, tök jó. Az, hogy az átlaga magyarul értelmes, hát így jártatok. Átlag őnek kellett volna. Nem tudom. De hogy vannak még ezért veszélyforrások? A másik, és... Ennél nem, tehát hogy... Egyébként erre van másik függvénynél értelmes megoldás. Van, de mire gondolsz? Nem, az sem értelmes, csak megoldja ezt a problémát, darab kettő. Darab kettő, igen, de az... Éppen nem mi az angol neve a darab kettőnek? Count A. Count A, igen. De ez az őben nem volna átlag kettő. Ja. Na, most sem tudom, mivel bővítem ezt az előadást, mivel ez nagyon V1.0-ra belőle, úgyhogy még lehet ilyeneket. Floor. A floor, pontosan tudjuk, milyen padlóról beszéltek gyerekek? Alsó egész rész. Matematika, alsó egész rész. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem így fogja hívni az Excel. Padló. Mondd, hogy padló. Egész rész? Padló. Nem áll. Tehát az egész rész, a rohadt életben van tabbal kiegészítés, meg amit akarsz, tehát hogy nem baj, ha hosszabb, darab, ha több. Megengedtük magunknak, hogy ekkora neveink legyenek a függvényeknek, mert muszáj volt. Floor. Magyar konkrétan nem használja erre a padlót. Sose hallottad arra a matematika órán, hogy padló. Van itt matematikus? Fenébe. Elment az összes matematikusunk, ami itt volt. Ő is meglepődne azon, hogy ez bármilyen állat padlónak fordítja. De megtörtént, itt happened. Tehát, hogy ezért nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy... És ezt tanulják az emberek.
Tehát és így nem értjük, hogy miért van abból probléma, hogy amikor az oktatásban ezeket így az arcában él az embernek, hogy nyilvánvalóan ez a függvény neve, nesze tanuld meg, akkor elkezd gondolkodni a szerencsétlen hallgató vagy diák, mind a kettő szerencsétlen ebben az esetben, és elkezd gondolkodni, hogy ezt miért hívják, és némi döccenésekbe kerül. Ami a legfurább az egészben, hogy látszik, hogy nem egy ember fordította, ugyanis nem egyszer mernek pontot használni. Például vannak az egészen elvetemült függvények, a adatbázis függvények. Ki az, aki életében használt már adatbázis függvényt jól? Adatbázis függvények ugye ugyanígy, ahogyan itt az előzőek vannak, egy AB-vel kezdődik, tehát AB.sum, hogy azért változzon el, hogy ez valami, tehát hogy elengedtük ezt az utána. Szintén az angol megfelelően, az simán csak egy D betűt vág oda, mert tehát a days. Dayszám, D-count, ilyenek. Ami az érdekes, hogy ez egy ilyen... Szép. Ez egy ilyen egészen szép szabályosság. Van olyanunk, hogy max. Talán van olyan, hogy max. Talán. Egy idő után megjelent az AB max. Meg egy idő után megjelent a max ha több, meg a max if, meg a max is, vagy valami hasonló névvel. 15 évet vártunk rá, hogy ezek megjelenjenek. Így egy az egyben ebbe a logikai hierarchiába a max függvényt be tudtad volna illeszteni. A Microsoft 15 évet várt, hogy a maradék kettőt lefejlessze belőle, és ott is első körben O365-ben jelent meg. Tehát, hogy vannak azért még hiányosságok, tehát ezt a logikát azért azt nem csak a magyar nyelven, hanem hogy mindenben is, hogy várnál, hogy legyen egy ilyen függvény, Microsoft-tál többnyire van, Excel-ben nem. Az néha ezt teszi veled. És akkor ezzel kb. El is jutottunk a... Van még DM egyáltalán? Nem. A... Szerencsére nincs több DM. Ezzel eljutottunk a harmadik részig. Azt mondtam, hogy ugye három probléma van a táblázat kezelése az emberek fejében. Az első egyértelmű, nem gondolkozunk azon, hogy hogyan használjuk az adatainkat, vadul próbáljuk egybemosni őket, nem szeretjük az oszlopokat használni. A másik probléma kör az valójában az, hogy ez egy szörnyen fordított, és láthatóan nem egy ember által fordított, nem egy ember által fejlesztett rendszer. Tegyük hozzá, LibreOffice kénytelen pontosan ugyanezt a terminológiát használni, mert ha valaki az egyiket megtanulja, a másikat ne kell újra tanulnia, tehát nincs menekvés, tehát az open source itt nem kiút, csak lassabb, meg több gomb van a menüjében, ugyanarra. Tényleg. Fact. Tehát a LibreOffice szó nélkül elmenti neked CSV-be a fájlodat, akkor is, hogyha 8 tabod van. Maradék 7 tab eltűnt. Csod nélkül. Egy verzióval ezelőtt ez még meg volt. Én nem voltam boldog. Tehát, hogy... Mókus. Mi az? A Microsoft Excel is. Annak is az anya szenvedés. Tehát mind a kettő idő. Tehát a mindkettő szar, azt én bármikor alá tudom. Na, nézzünk valamiatt, ami többet izgalmasabb. A harmadik az, hogy az Excel nehéz. És ez az, amit így az emberek így nem nagyon szoktak elhinni. Tehát ezek a függvények, ezek azért balta egyszerűek. Mi van akkor, hogyha ilyen, nem tudom, varázslatot szeretnék mondani, kedvencem, azért, mert ez még a biológusaimnak is ment, szeretném beszínezni az összes sort, aminek mínuszos az előjele. Hogy fogom azt meg? Annyira balta egyszerű gyerekek, hogy a fal adja a másikat, de érteni kell az Excelhez hozzá. Az magától azért, mert te informatikus vagy, diplomával vagy enélkül, nem fog menni. Miért nem? Nézzük meg, jelöljük ki ezt az egészet, jó? Tehát, hogy jelöljük ezt az egészet, nagyon király. Feltételes formázás. Tudjuk, hogy ez valami macerás dolog lesz, úgyhogy szabályt fogunk fölvenni rá. Ezt a pontot buktam ér a csődőt. Csak ezt buktam volna. Nem vagytok egyedül, tehát hogy... Ez jó fanfektat infotanás, semmilyen pont. Nem szeretném ezt a jó KTD feladatokban. Szóval ebből megbukik az infotanár is, és ezért a hallgatók is, de tudjuk, de hogy... Na! Szóval! Kezdjük el! Hogy csinálnátok? Valami? Átrakjuk HTML-be. Elhalom a bankon. Azért, hogyha így mondom. Nem. Tehát hány egyára veszed fel ezt a szart? Meg vagyok belőle, és első és csak azért tudtam, mert így valamelyikből is abban a félében. Szóval, az emberek nem értik, hogy a tanárisok hogy tudnak ebből bukni. Ez itt az első ZH első feladata.
De nehézségileg ez a, ez a, ez ami úgy, úgy talán így a, ennél egyszerűbb nincs. Na jó, van, de most már van. Mi van, ha ezt mondom neki? Állítsunk már neki valami fatformát, volt, hogy biztosan lássuk, hogy működik. Töltsük ki pirossal. Okos azt zenét a zöldség kolléga, hogy ez rossz. Persze, hogy rossz. Hogy ne lenne rossz? Tehát, hogy... A világban a nem műszor akarok minden menni? Ne. De ez most lényegtelen. Tudom, miért rossz. A képletből. De én nem tudom, és nem mondod el. Mi a kérdés? Hogy a képletből hagytad ki. Tehát nem a tartományra gondolok, hanem a képletből. Ez így mindenkinek az első gondolata. És ha csak plusz? Nézzük meg. Kumbi, hogy tudja, mit csinál. De hogy tudja. Simán plusz jött. Így? Azt nézzük meg, azt nézzük meg. Erőlteti ezt az idézőjeles dolgot. Na! Legyünk okosabbak. Ennek kell egyenlőnek lennie. Ezt kellettem mondani. Jó, jót mondasz. Tényleg jót mondasz. Tudja csak úgy semmit, aki nem tudja. I'm playing stupid. Tehát, hogy legyen az A1-es cella. Nem jó, most jól csinálom. Túl jól csinálom. Tehát legyen az A2-es cella egyenlő plusszal. Ja igen, képlet szerkesztés közben ne akarjatok véletlenül se jobbra-balra mozogni, mert nem lehet. És tegyük zárójelbe, ezt megelőlegezem nektek, hogy ez így segít az életünkön. Mellé kattintottam, nem, nincsenek kurzor mozgatóim. Mert az ott mozog. Okézzuk le. Vagy semmi. A legelső itt az A1. Ez az A2-től függ. Írjuk el az A2-től a függvényt. Miért nem lesz minden piros? Mert az A2 nézet fixen minden sorhoz. Aha, ezért kéne minden, ezért kéne az egésznek piros. De nem, mert az mindig igaz. Nem, mert a pluszot mondod és a minusz. Az minusz. Ah, nagyon jó. Hülye vagyok, és így végig egy darab hibát megtartottam. Így már minden piros. Helyes. Na várj, én tudom, hogy minden piros. Ő is tudja, hogy minden piros. Nagyon jó. Marci is tudja, hogy minden piros. Én látom. Egy szívok. Na most, mindenki egy kicsit így visszanyúl a mélybe, amikor még annó táblázatkezelést tanult. Nem akarok. Jó? Volt ez a dollárjel. Emlékszünk a dollárjára. Dollárjára azt mondja, hogy az ott marad, azt nem akarom léptetni, sem sorindexet, sem osztopindexet. Azaz, mit csinál ez? Valójában ez a képlet a következőképpen működik. Végig megy az egész táblázaton, és minden egyes cellájában kiértékeli, hogy arra a cellára igaz-e az, hogy az A2 egyenlő ezzel. If true, yes. Egyenlő? Egyenlő. Akkor piros! Programozók vagyunk, pontosan tudjuk, hogy amikor if true, az mit csinál. Piros. Az teljesen felesleges elegezés, és le is hagyhattuk volna, de legalább benn vagyunk egy blokkban és csinál valami. Tehát valójában ez itt egy if true-ként működik. A fixe, borta egyszerű amúgy. És a kettes elől kell kivenni a dollárjelet, mivel én mindig ebben az oszlopban szeretném keresni, és akkor úgy működik a feltételes formázás, ezt értékformázása ez a képlet igaz. Ez sehol nem vágja az arcodba. Tényleg, sehol. Vagy tudod, vagy nem. Elindul az első olyan cellától, amire érvényes ez a formázás, és onnantól végig megy, és abban a pontban, amikor jobbra lép, akkor lépteti a sorindexet, de az osztopindexet nem, és ahhoz képest visszanéz. Jó lesz ez így? Megkérdezted, hogy én biztos. Én akkor is megkérdezem, ha jó. Jó. Persze, hogy jó. Van egy kérdés. A leállításra igaz jelenti, hogy nem tudsz csinálni. A leállításra igaz az aljas, ugyanis azt mondja, hogy amikor ütköznek szabályok, akkor csak az első szabályig megy el. Na most ezt jól használni, gusztustalanul nehéz. Ezt miért így fordítottak már?
már angolban is errosz, tehát hogy ugye fölírhatják egymást. Életemben nem sikerült még jól használnom, tehát úgyhogy ténylegesen neked... Ugye hogy nem lehet jól használni? Tehát hogy itt most minden előadónak volt legalább egy olyan kérdésem, mert tudom mit csinál, csak nem tudom használni. I exactly know what it does, de hogy életemben nem tudtam még jó. Csak pipáltam. Ezzel láttam, hogy ilyen vad dolgokat csinálni, hogy színezd be az összes sort, ami költés után menne. Költés előtt menne. Simán csak egyen föntebb kezdek, és akkor mindig az egyen lentebbit nézik. Ez ugyanúgy relatíven működik. Nem nehéz. Miért jó ez? Azért jó ez, mert nem egy CSV fájlt, nem egy JSON fájlt szeretnénk szerkezgetni, ami jobb esetben, hogy használunk egy szanaszét moddolt VI-t, vagy egy VS kódot, vagy hasonlót, akkor az legalább így beszínezi nekünk, hogy egyben nem fogja húzni, de ezek látható adatok. Látni fogjuk például azt, hogy körülbelül folyamatosan jöttek egymás után a kiadások és a bevételek, anélkül, hogy bármit csinálják. Az ember az ilyen. Az ember az akkor működik jól, amikor az adatok ábrázolva vannak neki. Egy táblázatnyi szöveg az nem információ, az nem adat, azzal én nem vagyok előrébb. De abban a pillanatban, ahogyan színezed azt az adott dolgot, hozzáadsz valamit, már is egy értelmezhető, felfogható dolgot adsz. Pythonban ez rohadt sokáig tart. Meg lehet csinálni. Tehát tényleg, adatok a táblázatnyi Pythonban tök jó lehet, tök erős library-k vannak hozzá, de nem egy előadás alatt mutatom meg nullára, hogy hogyan lehet használni, vagy nagyon sok include-dal, meg nagyon sok előre elkészített kóddal csinálom. Nézzünk egy olyan példát, amit azért hoztam nektek, hogy lássátok, hogy milyen az, amikor nem ökörségekre használjátok ezt. Olyan is lesz, amikor ökörségekre, de... Turing-gép a belőle. Persze. Igen. Jobbra van a monitorom, vagy bal? Balra. Balra is alap. Mi az Isten? Aha, értem a problémát. Van, aki ilyet még nem csinált? Ilyet még nem. Aha. Én nem csináltam ilyet. Ez rohadt hasznos. Tehát most azt mondja, hogy az egyik monitorhoz képest a másik az föntebb van és balrább. És akkor nem kell keresni az egeret. Ezt valaki nem csinálja. Aha. Nem mindenki előadó. Jó, egy monitor. Úgy sem találom meg az egeret, néz, hogy na, ott tartottam, hogy azt mondom, hogy hozok nektek rendes példát. Egy diagram is van, ne. Egy diagram is van, ne. Tök jó volt a téma. Oh. Ez itt semmi más, csak soronként az, hogy milyen játékot, milyen papírral, mikortól meddig vette ki valaki, melyik nap. Ezek voltak benne. Ez volt a kint. Micsoda? Nem voltál maradva? Hogy a vérben. Na, ez konkrét a nap. Emlékszem. Ennek oka van. Na, a rockmaratonon milyen társasjátékokat vettek ki? Mi kellett ahhoz, hogy ebből értelmes adatokat tudjak nyerni? Egyrészt, ez csak ebből áll, az adatok fölön csak ez van, az összes többi fölön majd erre kimutatok. Kit érdekel? Tehát, hogy most így vannak egy kis felkiáltó éles másik lapra mutatkozó hivatkozások. Na és. Hozzá kellett írnom egy ilyet. Eltelt idő. Ugye tudjuk, hogy idő és idő között eltelt időt tudunk számolni, nem egy bonyolult dolog. Mind a kettő egy int, ami reprezentálva van. Intek között különbséget lehet, azt lehet így megjeleníteni. Gyakorlatban meg annyi, hogy a kettő kivonod egymásból. És van egy 12, az meg egy óra függvény. Ugyanis én nem voltam kíváncsi arra, hogy 12.50-kor hány társasjátékot vettek ki, meg 12.49-kor hány társasjátékokat vettek ki, nem hasznos. Arra voltam kíváncsi, hogy délben, egykor, kettőkor, stb. Mennyi társasjátékot vittek el. Úgyhogy még hozzátettem még egy oszlopot, az óra oszlopot. Az egészen rádobtam egy szűrőt, hogy jó legyen, mert akkor így lehet ilyeneket csinálni, hogy például azt mondom, hogy nem akarom látni azokat, amik mondjuk jogosít, csak azt akarom látni, amit valami állat jogosítványjal vett ki társas játékot, hogy rá lehet jó. Szűrők menők. Jogosítva? Ez egy jó nem az a húzós, nem az a húzós. Ja? Szűrőt? Szűrőt a következőképpen dobsz rá egy ilyenre. Fogod, kérdezed az egészet, és
rákattintasz itt a szűrőre. Tadá! Hogy megnyílod a fogasítást? Hol voltak? Szerintem 2003-as Excel-ben nem is. De! De ott az volt ennek, hogy autószűrő. Igen. Így már rémlik. Annyival több volt a szöveg. Tenném hozzá, most egy verzió számóta nincs neki itt külön gomb. Egy darabig külön gomb volt itt neki. Most újra berakták ide. Tehát variálnak, hogy ez éppen kell-e vagy nem. Nagyobb felbontáson ott van. Prioritás. Ez fontosabb, mint a rendezés és szűrés, meg a keresés és kérdés, és itt el kéne férnie. Tehát, hogy mindegy, Jui, aki szeretné ennél foglalkozni, tanuljon Excel-t, mert nem nagyon van olyan program, amiben annyi pénzt fizettek volna, hogy minden gombot legyen, ahol kell. Tényleg. Iszonyat. Tehát, hogy azokat a pénzeket, amiket ebben a ribbonnak a fejlesztésébe öltek, abból egy kurzus lehetne tartani. Na, miért nincsen ilyen a LibreOffice-ban? Mert ezt ellopni azért tényleg pofátlanság lenne, hogy ettől lesz jó. Na. Van. Csak nem így. Az előző verziót már ellopták. De azt mondom, hogy van benne egy ilyen pipa, hogy ribbonmenet szeretnék. De az még mindig az előző verzió. Tehát mindig az egyel előtte levő Office-t, amit már nem érzik pofátlannak. Tehát, hogy de hadd vagyunk minden előző verzió. A gyengébb ribbon, az első verzió a ribbonnak, amikor olyan furán voltak, majd mindegy, 2003 talán, arra hasonlít. 2007-ben voltak. Akkor az a vastagított menü volt a 2003-ban. Nem. 2003 még klasszik. Én akkor nézem az általános basznak, és én itt öreget vagyok, ne ez a fiat hozzam. Jó, tudom, hogy miért tudjátok így fejből? Ja, felrakjuk, hogy csak hogy tisztázzuk. Ne, tisztázzuk, tehát hogy így csinálj. Korfa, mindjárt rendbe szabok. Korfa. Nem, de. 2000-es a tevén? Yes! Na, Ókus, mikor csináltad a tevédet? 2000-ben. Akkor nem vagyok idősebb vagyok a tevédnél. Ah, kurva! Na, ez már fíj egy idő után. Na, szóval, utána már semmilyen függvény nem hívtam erre rá. Minek? Kész, végeztem, megcsináltam a normális adattáblát, és utána csak meghívtam rá egy kimutatást. Emlékszel, még kimutatásra általános iskolából vagy középiskolából? Talán megmutatta valaki? Nem anyag. Ez a hasznos része. Tehát, hogy ez egy ténylegesen fogja magát, és sorba rakjuk. Tehát megfogtam az összes, meghatároztam, hogy melyik játékkal játszottak a legtöbbet. Nem összegző függvény, nem valami OB.sum vagy valami hasonló, simán csak bedobáltam, hogy legyen az összeg összesen elsődleges összesítés, az ugyanár nevőeket pedig egymás mellé rakta, képes megnézni az, hogy... És innentől látjuk, hogy a fedő nevek volt a leggyakrabban kivett játék, a második a Munchkin, a harmadik a Hive, a negyedik a Robbanó cicák, ötödik az Uno, hatodik a Marstára formálása. Pontos, nem darabszámra, hanem kivételi időre néztük a társas játékokat. Minden jól voltunk, csak egyszer vitték el, nem? Ott van, 7-szer vitték el. Amúgy ott van, 7-szer vitték el. Tehát a darabszám ott van. És még azt is látjátok, hogy az adott nap mennyi időt töltöttek el. Még egyszer, ez egy kimutatás. Ez a funkció, ez magában ennyit tud. Minden megterhelés nélkül. De vannak ilyen kicsi kimutatások is, amikor csak azt mondod, hogy a sorcímke legyen a szám, a mennyiség meg legyen a másik oszlop. Még egyszer, nem autószum, meg nem... hogy hívják a függvényt, amelyik a számosságot nézi? Nem gyakoriságfüggvény. Gyakoriságfüggvényre neked meg kell adni az elemeket. Itt nem. Itt a sorcímkék megvannak, mellé dobja a mennyiséget, így látjuk, hogy 14 óra környékén tetőzött, akkor volt a legtöbb. Oké, ezen rajta van még egy feltételes formázás. Miért van rajta egy feltételes formázás? Azért, mert így ránézésre látod, hogy két pík volt. Pusztán csak a számokból. Anélkül, hogy ezt néznéd. Feltételes formázás, már ez így önmagában megmondja, hogy hol voltak a kiemelkedő társas kölcsönzések mennyiségileg. Utána ebből lehet csinálni fancy grafikon, tudunk fancy grafikon csinálni, kérdő grafikon készítés és jótékos választasz ki, és ugyanezt meg fogja mutatni, tehát ugyanott megvan ez a két pík, de valójában nem adott látványos bónuszt a reprezentációnál, utána az adatok színezésével ugyanezt meg lehet csinálni, és ugyanezt meg lehet csinálni napokra is. Csak ott engedjük a tört számot, és így látjuk, hogy ahogy itt jöttek a késő dolgok, meg itt jöttek a jó koncertek, itt jóval több társas játékot vettek ki, ugye itt vannak a magyar bandák. Ez nulladik nap?
Nem, akkor nem a magyar, akkor többnyire csak a dunói városi. Igen, dunói városi. Pardon, itt vannak a helyi bandák, itt vannak a magyar bandák, és itt jönnek a jók. Tehát, hogy itt is vannak magyar bandák, meg Glorihammer, meg ilyenek. Jó, ott van az FBNP is, vagy bocsánat Lázáros, amiről az emberek fele nem tudja, hogy magyar. Tehát, hogy így annyira jó. Na, szóval van egy adattáblám, és gyakorlatilag kimutatással mindent, ami információ, azt ki tudtam belőle szedni. Kb. Ennyire jó az, amikor úgy tényleg értelmesen dolgozol az adataiddal, és azzal foglalkozol, hogy a lehető leghasznosabb adattáblát szerez meg, és utána már nem az adattáblával szeretnél dolgozni, hanem abból információkat szeretnél kivenni. Úgyhogy ha valamit szeretnétek hazavinni, akkor az legyen az, hogy amit tanultatok eddig Excelből, annak a nagy részét nem fogjátok használni, ha ezt viszont tudnátok használni, akkor betegre keresnétek magatokat. Miért tudom, hogy ebből betegre keresetek magatokat? Én kerestem már pénzt tanítással, semmivel nem kerestem annyi pénzt, mint amikor ilyen biznisz emberkéknek ilyeneket tanítottak. Iszonyatos pénzek vannak benne. Abban, hogy ilyen Excel alapokat tanítasz biznisz emberkéknek. Elmehetnék biznisz emberkének is, mert érted? Jó, van még egy kérdésnek, akinek kell ilyen oktatás? Ugye szép. A kategóriát amúgy hogy hívják, tehát ugye ezek a dolgok, ez a belépő szint akkor, amikor valaki úgynevezett business analystként szeretne dolgozni. Tehát, hogy az alaptábláknak, tehát a táblaismeretek, pakolgatás adatoknak addig, amíg valami meg nem látszik benne, és utána megkeresni, hogy az valóság egy közgazdaságtannal együtt, ez kell hozzá. Ne felejtsétek el az Excel-t, mert bármennyire is szeretek Pythonban CSV fájlokat feldolgozni, újra és újra visszaesek ez a túlhoz, tehát hogy ez tavaly. Tehát ez egy tavaly szeptemberi tábla, augusztusi, nem tudom majd mikor csináltam meg. Tavaly augusztusban is tök jó voltam Pythonból, tehát hogy megtehettem volna, hogy nekiállok valami normális tisztességes programnyelvvel feldolgozni, de nem volt rá szükség, mert ebben végtelen szelekció volt. Mi? Miért akarom ezt léptetni? Na. Az a rendes. Ugye 10 óra 10 van, úgyhogy szeretném rövidre zárni. De ha szeretnétek rémtörténeteket hallgatni arról, hogy tanárisokat milyen feladatokkal buktatnak meg, akkor még ahogy jó. Azóta könnyebb, és át is mentem belőle. Ez a kettő egyszerre történt? Nagyon-nagyon kevés Excel-t használtam, viszont volt, amikor sajnos rászorultam. Ez a túloldal volt, nem amikor kiszeded az adatbázisból az adatokat Excelbe, hanem amikor vissza kell rakni olyan Excelből, amit az özvegy Schneidbergerné, Marika néni, meg mi egyebek töltöttek ki kézzel. Tehát, hogy itt az volt a problematika, először így felvázolom a helyzetet, hogy mindegy, hogy mik voltak, ilyen nagy beruházások, és ott volt egy oszlop, hogy ár. Na, az árnál az volt a probléma, hogy volt. Tizedes pont, tizedes vező, ezredes pont, ezredes szóköz, a nincs adat 6 különböző fajta módon leírva, egy helyen, egy, hál' Istennek csak egy, de megadva az konkrétan egy elvileg számmező, hogy kb. 15 millió végigbetűvel. És ahhoz, hogy ezt be tudja enni a szerencsétlen shell scriptünk, ami berakta őket az adatbázisba, kellett egy Postgres replace monstrumot hozni, ami egy kifejezetten nagy monitoron 4,5 sor volt. És hogy az Excelben például, ha már megnyitok egy ilyen undormányt, amit nem tudom hány ember munkájából ollóztak össze, akiknek lehet, hogy nincs is meg az, hogy itt bárki ezzel bármit kezdeni fog, csak felpötyögi, mert ezért kapja a kis fizetését, hogy van-e valami jó lehetőség. Az SD a gyárlag ezt dobja ki magából. Legyetek olyan programozók, amikor Excel dobtok ki magatokból, akkor végig gondoljátok, hogy azt mire fogják használni, és milyen módon kell, és nem raktok fucking non-breakable space bele, tehát hogy... De tehát, hogy arra voltak kérdés, hogy van-e valami nagyon gyors és ügyes megoldás arra, hogy egy ennyire divers... Tehát, hogy tényleg körülbelül, mint hogyha végigettél volna egy gasztrofesztiválnak az összes standját, és a másnap reggeli kulátból akarnád kiválogatni, mi volt az, amit megettél. Tudsz-e ilyen csinálni gyorsan? Az a baj ezzel, hogy azért vagyok én nagyon nagy szószólója annak, hogy letisztult adattáblákkal dolgozzatok, mert 1,5 millió, mi az magyarul? Milliárd. Tehát 1,5 milliárd dollár volt a legnagyobb hiány, amit valaha valaki azért csinált, mert Excel táblában elütött egy sort. Mennyi? Milliárd vagy milliárd? Milliárd. Milliárd dollár. Lehet keresni, tök király, tehát hogy... Melyik áfolyamon volt ez? 2000-es években valamikor. Tehát, hogy súlyos pénzek azért, mert valaki elnézett egyetlen egy sort. Tehát amikor van egy olyan adattáblád, ami nem ilyen módon... Tehát ez ugye egy nem olyan, tehát ez ugye a tisztított táblánál mindig egész oszlopot tisztítasz, egész sort tisztítasz, új oszlopokat hozol létre, és nem helyenként írod át, hogy megpróbáld ezt a biztonságot megtartani, hogy ne legyen az,
hogy véletlenül nem jelöltél ki egy sort, nem jelöltél ki egy oszlopot, elírtál egy tízes jelet, hopsz, mert hatalmas problémák vannak belőle, tehát ezért szeretem külön tartani, és amiről te beszélsz, az ezt nem tudja tartani. Tehát ott, hogy te az adatbiztonságú garantád, valójában föl kéne venni egy hülye gyereket, aki ezt soronként végigírja egy normál formába. Lehet. És őket rúgták ki az intézettől, és ezért kellett nekünk megcsinálni. Édesanyám, tehát hogy... Költségvetés. Nagyon súlyos pénzeket lehet bukni azon, hogyha milyen nevétek vannak, olyan adattábláitok vannak, amik, amit nem rendezett. Nem fog meglepetést okozni, azt azt mondom, hogy ez magyar állami szerep. Mm. Tehát, hogy... Én nem munkát buktam el a magyarosítás miatt például, hanem... Nem pénzt buktam el a magyarosítás miatt, hanem például a munkát. Mert hogy ugye az F-keres és a V-keres, például azt hiszem, hogy hívják, ugye az F-keres egyenlő V-lookup és V-keres egyenlő H-lookup. És én soha életemben nem használtam, még magyarul, és akkor mondom vertikális, még akkor egy az biztos, hogy vertikális keresés. De nem, függőleges keresés, és azért F-keres, úgyhogy... Perfect! Lefejlesztették az index format végre. Igen, és tudod, hogy nevezték el magyarul? Ne. Van már magyar neve? Van már magyar neve? Na. Ugye... Arról beszélünk. Tehát amire mi azt mondtuk, hogy X-keresés volt. Tehát ugye... Nem mondtátok ezt, hogy X-keres, ott voltam abban a Facebook kommentetben, és biztosak voltatok benne, hogy nem ez lesz a neve magyarul. X felnéz. Nem, tehát ugye van az F-keres, V-keres, és akkor az X-keres, ami mind a kettőt is tudja, meg mindent is tud, mi lett magyarul? Hol van X? Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!